a szőlőmunkások. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment, 9 óra tájban látta, hogy mások is állnak a piacon, és ő végig is ezt mondta. Menjetek ti is ki a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, és ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérnek. Hívd elő a munkásokat és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába és kaptak egy-egy dénát. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyikünknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból az elsők, és az elsőkből utolsók. Kedves testvérek, azt hiszem mindannyian ismerjük az igét, és mindannyian átéltük már talán magunk is, hogy azt éreztük, hogy a világban igazságtalan dolgok történnek. Igazságtalanság történik, főként azért, mert magunkhoz mérjük a világot, és úgy gondoljuk, hogy a mi életünk, a mi létezésünk az etalon. Az európai ember, amikor meglátja a filippínok sorsát, akkor arra gondol azonnal, hogy milyen rossz lehet nekik az életük. Hiszen szegénységben élnek, hiszen láttuk a kis cölöpökre épült faházaikat, és úgy gondolhatjuk, hogy hát milyen rossz lehet ott élni, hiszen nincs televízió, nincs internet, nincs mobiltelefon, nincsen szép autójuk, és mindaz a kényelem, ami nekünk megvan, az nekik nem áll rendelkezésre. Persze fel se tesszük a kérdést, hogy vajon szükségük van-e rá. Vajon lehet-e mobiltelefon nélkül élni? Vajon lehet-e olyan családban élni, ahol beosztják, hogy kinek mi a feladata, kinek mihez van joga, mik a kötelességei, vajon lehet egy olyan társadalomban élni, ami másként viszonyul a nőkhöz, mint mi, vajon nem igazságtalanság ez? Az európai és amerikai ember erre a felfogására alapozva kezdett el demokráciát exportálni a világba. Elvittük az arabokhoz a demokráciát, és háborút csináltunk. Elvittük hozzájuk, és ott is háborúkat csináltunk. Nem vesszük figyelembe, hogy az Isten mindenkinek más élethelyzetet, életmódot, életutat adott. Ezek az emberek is így vannak ezzel. Kimentek munkanélkül a piacra, és arra gondoltak, hogy de jó lenne, ha valaki megfogadna minket. És felajánlottak nekik egy hatalmas összeget, egy dénát. Ez akár egy hónapra is elegendő összeg lett egy családnak. Örömmel elfogadták a munkát, és kimentek. És amikor jött a gazda később, és megint, mindenkit megfogadott, mindenkinek megígérte a lehető legtöbbet, az általa elképzelt legtöbbet, az egy dénát. Az emberek mit kezdtek, amikor elkezdődött a kifizetés? Elégedetlenkedett. Miért? Miért kap annyit a másik, aki kevesebbet dolgozott, mint én? Miért kapja ugyanazt az üdvösséget, az az ember, aki csak idős korába tért meg, mint amit a fiatal korától kezdve a gyülekezet terheit, a kereszténység terheit hordozó ember kapja. De mondhatnánk azt is, hogy egy keresztjén Európában miért legyenek egy filippínó keresztjénnek ugyanolyan jogai, hiszen ők csak néhány száz éve ismerik a kereszténységet, mint amilyen mondjuk egy görög keresztjén, vagy egy izraeli keresztjén elmondhat magának, akinek talán az családja Krisztus óta ezt a hitet hordozza. Szabad-e mérlegelnünk?
Szabad-e méricskélnünk és szabad-e az igazságtalanságot a saját szemszögünkből nézni? Kedves testvéreim, nyilvánvalóan nem. Mert hogy kinek mi a legjobb, és kinek mi az a tökéletes élethelyzet, amelyben jól érezheti magát, az azt hiszem nem a külvilágon, hanem mindig azon az emberen múlik, akiről szó van. Én láttam egyszer egy képet egy filippino kisfiúról, aki bejárta az egész internetet, ez a fotó, ül egy vödörben, pont akkora a gyerek, hogy belefér egy vödörbe, és tele szájjal mosoly. Ismerjük. A boldogság nem attól függ, hogy mennyi a pénzed, és van-e mobiltelefonod, hanem, hogy abban az adott helyzetben meg tudod-e találni az Isten kegyelmét, megtalálod-e a saját helyedet, és találsz-e egy pici örömöt, egy pici okot arra, hogy boldog legyél. És kedves testvérem, azt hiszem, hogy az itt levők között azért még vannak olyan, akik emlékeznek arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, itt Európa közepén, Magyarországon is meglehetően be volt határozva, hogy az asszony helye hol van a családban, a férfinek mi a feladata, és ha valaki ebből ki akar törni, az ugyanolyan nehéz dolog volt, mint most a filippino asszonyoknak. Nehéz a sorsuk, vitathatatlanul. De ne felejtsük el, hogy maga Jézus volt az, aki amikor az asszony összetöri a 300 dénáros árú keretet, kenetet és megkeni vele a lábát, és akkor ki az, aki elégedett megkenik? Júdás, aki a pénzét kezeli a 13-nak, és odaírja a Biblia írója, hogy azért elégedetlenkedik, mert ő el akarta lopni ezt a pénzt, saját célra akarta felhasználni. És mit olvasunk itt, amikor a Fülöp-szigeteki történetet olvastuk? Hogy azok a segélyek, amik innét oda mennek, jó részt el is tűnnek. Amikor azt halljuk, hogy ő nekik milyen rossz, és mi segíteni akarunk, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy ott is vannak olyan emberek, akik arra szakosodtak, hogy a mi jóságunkat azt a saját zsebünkbe tegyék, és gondoljuk végig a világot így, akkor megtapasztalhatjuk azt is, hogy őnekik van egy sorsuk, van egy élethivatásuk, van egy küldetésük, egy hely, ahova őket az Isten őrállóul állította. Azért, hogy ők filippínók legyenek, vagyis Fülöp-szigetekéken. Hiszen a filippínó tenger, a filippínó árok, a Fülöp-szigetek nevet hordozza magában, a Filip, a Fülöp nevet. Gondoljatok így rájuk, igazságtalanul bánik-e velük az Isten? Nyilvánvalóan a mi szemszögünkből igen. De pontosan a jelen migrációs probléma mutatja meg nekünk itt Magyarországon, és az egész világon, hogy mi a következménye annak, hogyha a népeket összekeverjük. És gondoljunk csak bele, hogy azok, az arabok, akik egyébként fölköltöznek most Európába, otthon lehet, hogy soha nem éltek jobb házakban, mint ezek a filippinok, de nem is volt rá szükségük, mert egy meleg vidéken nem kell, hogy kályha legyen a lakásomban. Ahol 40 fok van, ott nincs szükség gázfűtésre. De abban a pillanatban, hogy elköltözöm ide, akkor ahhoz, hogy ugyanazt a kényelmet, ugyanazt az életszínvonalat megéljem, sokkal több erőbe, sokkal több energiába, sokkal több pénzbe kerül. És ha belegondolunk, és így elkezdtem számolgatni, hogy 34-35 ezer forint lehet az a filippino átlag kereset, ami itt elhangzott, az a napi pár száz forint, felszorozva azzal, hogy azért még a Fülöp-szigetek pénze is több mint ötszörösét éri a magyar forintnak, érdemes elgondolkozni rajta, miközben rettenetes módon sajnálkozunk, egy olyan ország gazdaságáról beszélünk, aminek egyébként jobb a pénze, mint a miénk. Sajnálni kell azokat, akiket tönkre tesz a tájfun. Sajnálni kell őket, de a saját helyükön lehet igazán szeretni ezeket az embereket, és ők is akkor tudnak minket igazán szeretni, hogyha az imáinkkal, a lelkesedésünkkel, a hitünkkel segítünk nekik, és persze, ha kialakulnak emberi kapcsolatok két fél között, akkor óriási dolgokat lehet tenni. Igen, ha felszólalunk az ellen, hogy adott esetben bizonyos dolgokat meg lehet, vagy nem lehet tenni velük, nagyon nagy dolog. De egy társadalmat, egy kultúrát megváltoztatni, azért, mert úgy érezzük, hogy velük igazságtalanul bánnak,
hogy lehet-e, ez óriási kérdőjel. Mert ebben a világban, az Isten által teremtett világban, pontosan annak tökéletességéből adódóan minden mindennel összefügg. Van egy olyan elmélet, amit úgy hívnak, hogy pillangó hatás. Ha a világ egyik felén egy pillangó megrezdíti a szárnyát, a másik oldalon lehull egy ember vagy egy falevél. Kedves testvéreim, talán hallottatok róla. Ha beavatkozunk egy országnak, egy népnek az életébe, mi a magunk emberi erejével és emberi eszközével, mert mi akarjuk rá megmondani, hogy mi az igazság, és mi az igazságos, az csak rossz lehet. Én azt hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy kérjük az Istent, hogy engedje azokat az embereket, akik Európában élnek, és akik a Fülöp-szigeteken, hogy a saját küldetésüket, a saját élet céljukat be tudják tölteni. Hiszen mi a megváltottak népe vagyunk, hiszen mi a kegyelem gyermekei vagyunk, éljünk bárhol a világban, hiszen mi őrállók és küldöttek vagyunk. Akik nem véletlenül születnek a Fülöp-szigetekre, Erdélybe, vagy éppen Belső Magyarországra, akik nem véletlenül élnek Kajmáskéren, vagy éppen Manilában, hanem azért, mert az Isten őrállóul oda küldte őket. Higgyétek el, ez nem szolidaritás hiány. Mert fontos, hogy egy hálót képezzen minden keresztény ember a Földön, és mi felelősséget érezzünk azokért, akik ugyanannak a hálónak a láncszemei egy másik helyen. De nem változtathatjuk meg a sorsukat, nem vehetjük el a küldetésüket, nem hihetünk, és nem élhetünk helyettük. Az Isten küldte őket oda is, mint őrállóknak, nekik ezek között, a nehéz körülmények között, talán éppen azért kell bizonyosságot tenni hitükről, hogy mi tudjuk értékelni a magunkét. Hogy mi tudjunk örvendezni annak, hogy itt ma már talán nem verik meg az asszonyt, a férjeit, hogy itt talán a gyerekek nem kapnak pofon az iskolába a tanárnőtől, ám bár néha szükségük lenne rá, és azok a vívmányoknak tudjuk örülni, amelyek egyébként nagyon jól mutatják, hogy a kelet országai érdekes módon milyen gyönyörű korfával rendelkeznek. Mert ez az ország, ez szaporodik, ami 9,5 millió eltűnik. Ami agyonkultúrált világunk a tönk szélén áll, ő egy nagy robbanás előtt áll. Egy kultúra, ami most fog elindulni a csúcsra. És nekünk az a fontos, hogy meglássuk ennek a kultúrának a szépségét, az erejét, hogy imádkozzunk abba, hogy a mi keresztény testvéreink azok ott tudjanak lenni és részt tudjanak venni ennek a robbanásnak az áldásaiból, és kérjük az Istent arra, hogy közben ne hagyja elveszni azt a világot, ami talán igazságosnak, talán jobbnak, talán szebbnek tartunk néha, de nagyon gyakran nem ad annyi boldogságot nekünk, mint az a vödör annak a kisgyereknek, amiben ül. Amelyben nem tudjuk Istent olyan tisztán, olyan őszintén látni, mint az a munkás, aki a tépen dolgozik. Mi az igazság és mi az igazságtalanság? Olyan kérdés, amelyen az emberek filozofálnak. Én nem filozofálni akarok. Az igazság az, amit Isten kinyilatkoztatott az ő szent igéjében, és ez azt mondja, hogy mindennek és mindenkinek rendelt helye van. És a mi feladatunk nem az, hogy átírjuk, hanem hogy betöltsük a küldetésünket, bárhol is élünk ezen a földön. És adja meg nekünk az Úristen, hogy ezt mi el tudjuk végezni hittel, lélekkel, őszintén és engedelmesen, figyelve arra, hogy Isten az ő gyermekei igéje és szent lelke által napról napra és közvetlenül irányítja. És tudjuk engedelmeskedni mindenkoron, hűségesen. A szeretet, a békesség és az Úristen által megjelent kegyelem ajándékát. Amen. Tégy, Uram,